Versenyzők százai lepték el a cseresznyési erdőket, mezőket, volt ki futva, volt ki sétálva tette meg a különböző távokat. De még babakocsis nagypapával is találkoztunk. Az időjárás kegyes volt a versenyzőkhöz, szervezőkhöz, szikrázó napsütés fogadta őket. Mintegy 300-an indultak a Bakancsos Atomkupa tájékozódási túraversenyen, mely a 25. jubileumi évfordulóhoz érkezett. Ennek az apropójából az idén minden résztvevő kap egy erre a versenyre emblémázott pólót, amely egy bakancsot ábrázol, illetve hát a pályákat is úgy próbáltuk kialakítani, hogy utaljunk az ünnepi évfordulóra, hogy 25 ellenőrző pontot kellett felkeresni több kategóriába. Összesen 5 kategóriába lehetett versenyezni. Ugye a profiknak volt 2 életkorral megosztott kategóriája, volt egy középfokú és egy alapfokú pálya, illetve az alapfokú pályának is 2 fajtája volt, olyan, amik már kicsit ismerik a térképet, és ők tájfutó térképen versenyeznek, ez volt az emelt C kategória, illetve a kiránduló C kategória, és hát még meg kell említeni egyébként a családi kategóriát, mert nagyon nagy volt az érdeklődés idén a családi kategória iránt is. Szutyi kutyussal az élen a közel 500 fős kiránduló csoport is feltűnt déltájt a célhoz, azaz a Cseresznyéskert erdei iskolához közeledve. Az országos versenyek történetében egyedi a kiránduló pálya, csak Pakson van ilyen. Örülünk neki egyébként, ilyen szép számmal jöttek el, azt hiszem, hogy 43-44 emberrel indultam el túrázni. Nagy örömre voltak gyerekek is, és én azt mondtam mindig, hogy a térképet, útvonal leírás itt odaadom a gyerekeknek, és akkor ők a túravezetők. Most 2 kislány vállalta be, de nagyon lelkesen végignyomták az egészet, és nem adták vissza a térképet, nem adták vissza a feladatot. Odafigyeltek rá, és ez külön öröm egyébként a számomra. Az útvonal az 10 kilométer volt, nem volt nehéz, itt Cseresznyés környékén szerintem olyan részét mutattuk meg ennek a területnek a megjelen turistáknak, amit nem ismertek eddig. A bonyhádi Bisoff Tamás több évtizede űzi ezt a sportot, többnyire regionális versenyeken vesz részt tanítványaival, de most Paksra családjával érkezett. Én középiskolásként kezdtem el túraversenyezni, ott szerettem meg, és tanárként pedig a tanítványaimnak adom tovább, sőt, hát a gyerekeimnek is. Most ők is éppen kint vannak az MLC kategória pályáján valahol az erdőben. A mostani kategóriánk az családi volt, hiszen a legkisebb gyermekem az 1,5 éves, úgyhogy anya, a legkisebb és apa ment végig a családi kategória pályáján. Nagyon kedves, aranyos kis mesén kellett végig túrázni és megkeresni Simalackó vadmalacot, és az ő kis barátait az erdőben. Szóval nagyon ötletes és kedves, pont a gyerekeknek szóló pálya ez a családi, a kisgyerekeknek. A nagyobbaknak már ott van a nagyobb kihívás, hogy tudjanak egy kicsit tájékozódni, hogy önállóbbak legyenek, hogy önállóan hozzanak döntéseket. Úgyhogy ez nem csak a természet szeretetéről szól, hanem egy észjátékról is, hogy döntenünk kell, és ki kell számolni, és oda kell menni, és meg kell találni, és hogyha elveszünk, akkor pedig vissza kell találni. A profi kategóriában indulók számára a Bakancsos Atomkupa az országos tájékozódási túrabajnokság első fordulója is volt egyben.